Szevasztok! Újra itt vagyunk. Ez már körülbelül a 150. videó, ahol ugyanezt elmondom. Csárda gym, csárda szállás, ismét kőgolyó edzés, mostanában ezt szeretem. Megtörtént a bemelegítés, ahogy nálam szokásos, tehát felhúzással kezdtem. 260-ig felmentem, könnyű, és most kezdem a golyót. Ha jól megy és úgy érzem, akkor meg fogom próbálni a nagyot, itt lapul mögöttem. Ugye a legutóbbi edzésen sikerült a 223, most be lett töltve 226,5-re. Ugye az már több videóban lehetett látni, hogy 206,34 üresen a golyó, és 210-es súly van benne, de meg fogjuk mutatni majd az adott pillanatban, hogyha sikerül, vagy ezen az edzésen, vagy máskor. Szóval 155 ide van készítve, mindjárt kicsit kiolvad a vax, akkor kenek, mert egyelőre meg van fagyva. Itt melegszik ezen a komoly kályhán, leég a szőr a lábamról, úgyhogy ez lesz igazából, hűvös van, de csináljuk. Nézzük! Hallod? 200-at fel se raknám, hanem egyből a 26, nem? Féltem a bicepszemet, hideg van. Tehát mondjuk igen. Tehát ez az életben ilyen könnyen nem raktad fel a 180-at. Szerintem fel tudtam volna, hogy 160-ra húzni. Például az biztos. Ha lehet, egyszer próbálunk egy magasságrekordot is, hogy mennyire tudod felrakni, persze, ha neked mankulátor rajtól. Mindez is más. Beszél közben én úgy. Most terültük le a vért az ajtóról. Jó. Jó, rakjuk egy 200-ba. Nem tudom, tényleg hideg van. Nem lenne itt a hősugárzó, akkor 0 fok vagy inkább alatta. Minusz lenne akkor. Úgyhogy most sem vagyunk sokkal 0 fok fölött. Hát rakd meg a 200-at, más nem csak ölbe vagy majd látod. Mert nem akarom, hogy egyes is sérülés legyen, meg hogy utána az legyen bennem, hogy lehet, nem kellett volna kihagyni, mi lett volna, ha. Így csináltam előzőknél is. Pszichológiai. Nehéz lefogni. Na, legutóbb csak összetöröd valamiket. Ja. A rekord előtt betonozhatom újra törölthető őset. De nem. Nem olyan tuafából faragták ezeket a golyókat, szóval ezt ha válból szerintem betonra dobálná le, hamarabb törne be a beton, mint hogy a golyó eltörjen. No. Töltsd be, aztán jött a 202, vagy hát 201,8 pontosabban, vagy 201,9 most. 202-nek szoktuk. No. Már oly mindegy. Jó is. Senkit a magasság, amire emelem, ugyanígy volt eddig is, csak a két gumilap volt fölül, de ugye az sok esetben el lett tolva, tehát a golyót neki nyomjuk, eltolódik. És akkor így megcseréltük, alul van a két lap, fönt a, ez a betonozott gumi, de bemértük a magasságot, ide tettük ugye ezt a lécet, így, és innen ugye megmértük a lábnak a távolságát, vagy ahol állok. Vízszintbe belőttük a lécet, és akkor igen, onnan lemértünk. 122 centi pontosan. Pont 122. Na, kenj egy kis vaxot, aztán jött a 202. Ja.
tényleg csak kis vaxot tudok kenni, mert ez gyakorlatilag üres. Majd bennünk kell egyébként. Nagyon felment az ára Spidernek. 40 ezer alatt már nem igen lehet rendelni. Hát ugye nagyon le van vámolva. Egy darabot. Meg csak az USA-ból lehet? Most már van Németországból is. Németországból. Németországból, ha nincs rajta a vám, de... Ilyen közel 40 ezer, egy ekkora tégely. Drágább, aha. Ami egyébként sokáig is elég lehet, hogyha egyedül használja az illető, vagy ha... Sokkal jobb egyébként, mint a Trimona, a kézilabda vax. Nyilván, hát el is mondtad, hogy ez... Mindenképpen megéri. Ez kézilabdára van. Beruházni. Csak hát nálunk így gyorsan fogy, hogy sokan, vagy sokszor nyomjuk a kőgolyót Gergősén is. Megcsúszott a jobb kezem, ugye itt már nincsen semmi. Hát másik ja. Több kell majd. Ja. Meg szédültél? Hát nem tudom. Oh. Kicsit úgy nem jól fogtam meg. Mintha előre ment volna. Valami nem volt. Nem éreztem azt, hogy befele húzom magamra. Oh. Szusz. Jöhet a második próba. Gergő sorra veszi a kis kiürült vaxos bödönöket, aztán még a maradékot kikaparja belőle. És megnézzük. Milyen nagyobb a súly, annál jobban, annál pontosabban kell elkapni ugyebár a közepét, mert ekkora súlynál már tényleg 1 mm erre vagy arra, és akkor már nem jó fele gurul a golyó, meghúz kicsit előre, hátra. Tehát hiába 150 kg Gergőnek a súlya, vagy már fölötte vagy? Fölötte, kicsivel, 51-2. Azért. Stabilan. 226 kg azért már a súlyhoz képest is nagyon sok, tehát ez már őt is kibillenti az egyensúlyából, ha nem pont középen sikerül megfognia. Még egy harmadik lesz. Egy harmadik kell. A 20-at is harmadjára tetted föl. Ja. Ha jól emlékszem. Mikor itt volt Balázs. Hamar kezdte tolni, utána ott már vége volt, ahogy hát már érte az állványt. Éreztem, hogy egy fél centivel elszállt. Nem nagyon bírom sokkal feljebb húzni, de azért nyomtam meg előre. Csak azért távol lehet.
Még kicsit lehet közelebb kellett volna. Jó. Nem sok kellett. Hát ha mondjuk 115 az állvány, akkor felmegy szerintem. Simán, hát 115. Egy centivel alacsonyabb az állvány, ez fent van. Na, de hát ez volt az első teszt a 23 óta. Első próba. Szóval majdnem elsőre fölraktad ezt is. Jó. Vagyis hát ez volt a harmadik próba az első, hát első edzésen belül. Első edzésen belül. Hú. Komoly. Jó. Hát ezt mindenképpen megcsinálom, mielőtt meg följebb lépek. Persze, jó. De jó volt, jól elkaptam. Hú, megyünk tovább. Egy-két hét múlva újra jelentkezem, aztán bízom benne, hogy akkor felugrik. Majd mindjárt visszanézem, hogy mi volt, vagy hogy volt, mennyi kellett. Meg azért is dobtam le, mert kezdtem beszédülni. Ne, nehogy itt bicska legyen. Hú, kemény volt, 226 fél. Itt van a kanyarban.